edzésperiodizációt tekintve jelenleg a formába tartó időszakban vagyunk. Szárazföldi edzéseken, a képességek fejlesztésében jelenleg ugye speciális edzettséget támogatjuk folyamatosan, illetve finom hangolunk a hétvégi Eger elleni bajnokira. Amikor elkezdtük a fiúkkal a közös munkát, ugye ezt mind a két fél látta, hogy egy nagyon erős paradigmaváltásra van szükség annak érdekében, hogy sportáspecifikus képességfejlesztést tudjon szisztematikusan megvalósulni. Ezt saját filozófiámat tekintve nehéz lett volna úgy átvinni rendszeren keresztül, hogyha nincs kezdetektől kezdve egy nagy támogatás, nincs egy kezdetektől kezdve nagy bizalom, amit mind a vezetőségtől, mind a stáb összes tagjától és mind a játékosoktól egyaránt megkaptam. Azt gondolom, hogy szemmel látható a Marcelnak a munkája az erőnléti edzéseinken, ugyanis a 2019-2020-as szezon eléggé megterhelő. Európa-bajnokság, világliga mérkőzések, bajnokok liga, borzasztó sok meccsünk van, nagyon feszes a versenynaptár. És itt azt kell mondjam, hogy a csapat minden egyes tagján látszik, hogy a fontos meccsekre mindenki maximális erőbedobással tud érkezni. Ugye számomra a folyamatos fejlődés a legfontosabb, minden edzésen fejlődni kell, minden edzésen a lehető legújabb nemzetközi trendeket kell integrálni annak érdekében, hogy a fiúkat mindig egy új, váratlan, mindig egy új inger érje, és ezáltal ők is újabb célokat tudjanak kitűzni. Nyáron új erőléti edző érkezett a csapathoz, Friedmarszki Marcel személybe, aki egy vérprofi. Első két hónap igazán tapogatózással telt el, közte és a csapat között, de azóta én úgy érzem, hogy maximális a munka, amit elvégzett. Mindenben együtt mindent megbeszélünk havi és heti ciklusban Marcellal, ez összekötve a vízzel. Én úgy érzem, hogy elég látványos irányba mozdult el a csapat erőléte. A télsportnak az egyik legfontosabb hozzátartozója, vele járója ugye a szurkolói közeg. Szurkolók nélkül sokkal kevesebbek vagyunk. Természetesen ez valamelyik csapatot kevésbé, valamelyik csapatot jobban megviseli. De azt gondolom, hogy nekünk rettentő sokat számít, hogy minden hazai meccsen kilátogatnak, folyamatosan vannak vezérszurkolóink, akik ennek hangot is adnak, és várjuk őket minden mérkőzésre.